Megy az ember az utcán, éppen elhagyjuk a szabadságteret, és amikor ideérünk a Honvéd utca elejére, fölnéz az ember, nem hisz a szemének. A híres bedőház, a szecessziós ősrobbanás, ami körülbelül 20 éve szerencsére újra régi fényében ragyog, pedig volt itt rombolás elég, nekem elhihetik, mert én itt dolgoztam. Olvastam egy anekdótát, ami szerint Hajós Alfréd, az olimpiai bajnok úszó, építész, egyébként volt válogatott focista és futballbíró is, miután a sportpályafutását abba hagyta, ebbe a házba költözött, és itt volt az első építész irodája. Állítólag nagyon jókedélyű ember volt, nagyon nehéz volt kihozni a sodrából, de egy valamivel mindenképpen, pedig még fiatal korában Lechner Ödön szecessziós irodájában is dolgozott. Ez pedig az volt, hogy amikor kinézett reggelente az ablakán, itt szembe látott épülni egy házat, amit nem bírt elviselni, és állítólag rendszeresen átkiabált, hogy hagyják abba ezt az építkezést, bontsák inkább le, egyáltalán szüntessék meg ezt a csúnyaságot. Amikor megépült, a környéken csupa új ház volt, akkoriban készült el az országház, formálódott a szabadságtér is ebben a nagyvonalú birodalmi stílusban, amihez itt egyébként Alpár Ignác épületei, tehát a Nemzeti Bank és vele szemben a Tőzsdepalota adták az alaphangot. Korábban egy hatalmas osztrák tüzérségi kaszárnya, a Neugebäude állt itt, amit 1897-ben bontottak el végleg. Ennek a keleti falánál végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt, ahol most az örök mécses áll, bent korábban honvédtisztek, még korábban francia hadifoglyok raboskodtak. A helyén születő tér ezért lett szabadságtér, és az itt nyitott utcákat az aradi vértanúkról, illetve az ismeretlen honvéd áldozatokról Honvéd utcának nevezték el. És ennek az elején épített 1903 körül egy gazdag mágnás és a felesége. A tervezésre pedig egy ismerős építészt, a 30-as éveiben járó Vidor Emilt kérték fel. A tulajdonos Bedő Bélának országszerte réz- és festékbányái voltak, és Budapesten üzemeltetett egy enyvgyárat is. Vidor Emil neki tervezte meg a tulajdonosi fő lakást az első emeleten, de itt voltak egyébként a cégnek, az első magyar Spódium és Envgyár ZRT-nek az irodái is, és itt lakott a személyzet is, tehát a sofőr, a jogtanácsos, az orvos, és Vidor olyan szellemesen alakította ki a belsőt, szinteltolással, hogy a főfronti nagy lakások mellett hátul kis, apró legénylakásokat helyezett el. Vidor Emil több épületet is tervezett itt a környéken, például a Honvéd utcában is, de a szertelenségében egyik sem olyan egyedi és egyéni, mint ez. Van ebbe egy kis belga Art Nouveau à la Victor Porta, aztán német Jugendstil, de rengeteg, főleg a motivumokkal magyar mintát, növényi és virágmintákat kevert bele Vidor Emil. És persze a Zsolnai gyár színes kerámiái, magyaros ornamentika napraforgóval, almafával, virágmintákkal. A kovácsoltvas kapu rácsozata őserdei liánokra emlékeztet. A lényeg, szinte nincs két egyforma elem. A margaréta nyalából álló erkélykorlát olyan, mintha virágokkal ültették volna tele. A különleges homlokzat szinte mellbevágóan szabálytalan. Az épület a szinteltolásaitól a homlokzat megformálásáig minden egyedi elemé.
Vidor Emil, az építész Budapest után 1890-től Münchenben, aztán Berlinben tanult, és amikor visszatért, Ybl Miklós mellett dolgozott a Szent István Bazilika építésénél. Később, amikor önállósodott, akkor a Városligetben lévő Ős-Budavár szórakoztató részlegnek a tervezőirodáját vezette, és a 900-as évek elején építette meg az első Art Nouveau villáját, utána jött a Bedőház, de amiről a legismertebb, az a Margit-szigettel szemben lévő Palatinus házak sora. Az emeletfordulók és a lépcsőház is tele van virágmotívumokkal, és Vidor két lakásnak a teljes bútorzatát is megtervezte, továbbá ezeket az oszlopfőket, és ezeket a D-alakú kivágásokat a lépcsőházban minden fordulóban, amelyek rímelnek erre a vese alakú vagy D-alakú üvegablakra. És a szó szoros értelmében, mert a szomszédos Szövosz székházból a 60-as években valami megfejthetetlen okból szabályosan áttörték a falat a fél emelet magasságában, és a szecessziós bedőházba tolták át a szerkesztőségi szobáinkat. Az eredeti pávafarkíves, fakeretes portált szögletes ablaksorral tették tönkre. A bedőház 6 méteres belmagasságú földszintjén simán kétszintessé alakították, alattunk pedig a 15-ös busz megállójánál az üzemi étkezde működött. A 1999-ben, amikor a szomszédos banképület renoválásán dolgoztak éppen, az egyik lakó gondolt egyet, és átjött megkérdezni, hogy a tetőtérért cserébe nem vállalnák-e el a leromlott állapotban lévő bedőház felújítását is. A vállalkozó főnök Vad Tivadar osztott szorzott, és végül is elvállalták, és mivel szerencsére még a szecesszió szerelmese is volt, ezért nem akárhogy történt meg ez a felújítás. Többek között megszerezték a földszinti üzletrészeket, ahol egy kis múzeum is nyílt, meg kávéház, ami természetesen most nincs nyitva, de így lett végül is a bedőházból 20 év után újra igazából a Magyar Szecesszió háza.